Üdvözlöm nézőinket! Rozsnyói magazin adásával folytatódik a Városi Televízió műsora. Rozsnyótól az iskolákig. Hétvégén 20 éves jubileumát ünnepelte a szlovákiai magyar pedagógus találkozó. Pedagógus elismerés a Fábri Zoltán magyar tanítási nyelvű alap- és szakközépiskola igazgatójának. Gömöri hagyományok és borostyán ünnep. Óriási érdeklődés kísérte az Együttes Nagyapáink Öröksége című műsorát. Közeledik húsvét ünnepe, virágvasárnapi játszóház és húsvéti vásár várja az érdeklődőket. Még mielőtt a Rozsnyói Országos Pedagógus Találkozó gazdag esemény sorozatára térnénk, aktuális jó hírrel indítjuk az adást. Rozsnyói versenyzőknek is drukkolhatunk a Tompa Mihály vers és prózamondó verseny rimaszombati döntőjében. A nagykaposi kerületi versenyről aranysávos minősítéssel jutott tovább a rimaszombati döntőbe. Első kategóriában Kristóf Áron, második kategóriában Mudoréka Eszter, harmadik kategóriában Kristóf Vivien. Mindhárman a Rozsnyói Református Egyházi Alapiskola diákjai. Megzenésített vers kategóriában az országos döntőbe jutott a Gimnázium Endorfin zenekara, hosszúrétről pedig a Labirint együttes. A Tompa Mihály vers és prózamondó verseny országos döntőjére április 24 és 26-án kerül sor Rimaszombatban. Rozsnyótól az iskolákig. Hétvégén városunkban 20 éves jubileumát ünnepelte az országos pedagógus találkozó. 1995-től a rendezvény témáival, fejlesztő előadásaival irányt adott a szlovákiai magyar pedagógus társadalomnak. A Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség főszervezése mellett társszervezőként vett részt a város önkormányzata a kétnapos rendezvényen. Rozsnyótól az iskolákig. 20 éves jubileumát ünnepelte a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Rozsnyói Országos Találkozója. A Kereskedelmi és Kulturális Központ adott otthont a találkozók történetében immár második alkalommal a kétnapos rendezvénynek. A találkozót megtisztelte többek között jelenlétével Cimbalmosné Molnár Éva, kassai főkonzul. Burdiga Pál, Rozsnyóváros polgármestere is köszöntötte az országból ide sereglett 200 pedagógust. A rendezvény témáival, fejlesztő előadásaival irányt adott a Szlovákiai Magyar Pedagógus Társadalomnak. A kezdet 1995 mérföldkő volt a felvidéki magyar közoktatásban. Akkor Cabán napokként indult, majd később Szlovákiai Magyar Pedagógus Találkozóként vonult be a köztudatba a szakmai tanácskozás. A kezdetek kezdetét tudom csak kiemelni, mert az mérföldkő volt, mert Sidó Zoltán akkor állott ki, és mondta, hogy akkor fogadjunk engedetlenséget, mert hogy nem lehetnek egynyelvű bizonyítványaink, és nem lehetnek kétnyelvű iskoláink. Számomra, mint ember számára és pedagógus számára, én hitemben erősödtem meg 1995-ben, és ami azután következett, a megtorlás, az meg még jobban ráerősített arra, hogy dacból is ki kell állni. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok szakmai alelnöke hőskölteményhez hasonlította a 20 éve indult kétnapos rendezvényt, amely céljaival irányt szabott a hazai magyar közoktatásnak, mondta értékelő előadásában a szövetség alelnöke. Minőségi oktatást, fejlesztések, autonóm iskola, PISA eredmények, embernevelés, regionalitás csak néhány kiragadott téma a találkozók történetének előremutató műhely munkájáról. Hangulata, ami Rozsnyónak mindig megvolt, és nem csak a szakmai konferenciák miatt, hanem az egész városnak a jelenléte, az, hogy tömeg volt itt, hogy tele volt a kultúrház, engem ez hatott meg. Aztán volt egy olyan időszak, amikor Magyarország szakemberek tudták közvetíteni felénk ezeket az európai új módszereket, oktatáspolitikai megoldásokat, Sejtényi János és a többiek. Most az utóbbi időben például Vas Vilmos az, aki szerintem egy nagyon kedvelt előadója a pedagógus rendezvényeknek. Van ez az emberi dimenzió, amit akár Bagdi Emőke vagy Bőte Csaba képviselt.
Én a rendszerváltás után talán az egész pedagógus szövetségnek is fel lehetne itt sorolni rengeteg rendezvényt, aminek mindnek nagy hozama van. A legnagyobb hozamnak azt tartom, hogy Pozsonytól Királyhelmecig ismerjük egymást, barátok vagyunk, van egymásnak mondani valónk, és azt hiszem, hogy a Rozsnyónak is ez a legnagyobb hozama, hiszen ha megnézzük, nem azért jönnek ide az emberek, mert kötelező, nem áll mögötte hatalom, nem áll mögötte pénz, ezt az egészet egy civil szervezet csinálja. Tehát ezt mi csináljuk magunknak. A 25 éves szlovákiai közoktatást mutatta be Milos Novák, a Beszercebányai Módszertani Központ munkatársa. Szellemes utalásokkal rámutatva az elmúlt politikai rendszerek közoktatását inkább nem szolgáló előnyökre és hátrányokra. A szabad iskola választást, az anyanyelven történő oktatást is fontosnak tartja az oktatásügyi szakember. A uvádzal som Jeffersonové vnímanie slobody. Človek sa rodí slobodný. A medzi jeho slobody a práva patrí vzdelávať sa v materinskom jazyku. Ja to vnímam ako základné právo človeka. A pokiaľ nie je rešpektované, potom nie je rešpektovaná jeho sloboda. To nie je možnosť udelovať niekomu šancu učiť sa v materinskom jazyku. Ja sa s týmto právom rodím. Megsárolt fotók velünk élő 20 év képekben című kiállítást Fábián Edit és Tóth Sándor, a pedagógus találkozó 20 évvel ezelőtti szervezői, elindítói nyitották meg. Hát igen, ez egy eufória volt. Akkor az ember egy óriási szabadságot érzett, és úgy gondolta, hogy minden, ami eddig nem valósult meg, az most elindulhat és megvalósulhat. És óriási lelkesedéssel fogtunk hozzá. Én azt gondolom, hogy és nagyon jó segítőtársakat kaptunk. A Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetsége nélkül ez nem lett volna az, ami az elmúlt 20 év alatt volt. Valójában most egy generációváltásra kerül sor. Tehát meg kell találni újra azokat az embereket, akik ezt fölvállalják, és akik tovább viszik. Tényleg az idei az emlékezésnek az éve. Számomra két nagyon fontos és meghatározó év volt, amikor a tehetséggondozással foglalkoztunk és a pedagógiai programmal. Én nagyon örültem neki, mert akkor éppen ugye nagyon-nagyon mélyen benne voltunk, hiszen iskola igazgatóként már mi próbálkoztunk ezzel helyi szinten. Több mint 200 pedagógus vett részt az idei rozsnyói országos tanácskozáson. A konferencia szakmai előadásokkal, plenáris ülésekkel folytatódott, a Szlovákiai Magyar Iskolák a PISA mérések tükrében, minőségi iskolák címmel előadások és viták hangzottak, zajlottak a hazai közoktatásról. A Rozsnyói Országos Pedagógus Találkozón 5 kategóriában kerültek díjak átadásra. Többek között kitüntetést kapott a Fábi Zoltán alap- és szakközépiskola igazgatónője, Prékop Mária. Adásszüke miatt az ünnepi díjkiosztó gála következő magazinműsorunkba sorolódott. Nagyapáink öröksége. Hétvégén gömörországi hagyományőrző napot tartott Rozsnyón a Dernői Borostyán Néptánc Együttes. Az együttes a műsor második részében mutatkozott be. Gyermekjátékokkal szerepeltek a legkisebbek, a napraforgók, gömöri táncokkal a kincskeresők és a borostyán ifjúsági csoport. Magyar bőli és bodolközi táncokkal mutatkozott be a Borostyán Néptánc Együttes. A csoportot a Salgótarjáni Dobroda és a Majd egyszer népzenekar kísérte. A riport összeállítást következő magazin műsorunkban láthatják. Rudapithecus hungaricus. Rudabánya és az emberré válás címmel nyílt kiállítás a Bányászati Múzeum képzőművészeti galériájában. A Rudapithecus 10 millió éves híres koponya lelet. Rudabányán, az egykori vasércbánya területén 1967-ben találták. A kiállításon fotókon követheti a látogató a kutatás folyamatát, ásatásokat, a mocsári élővilág maradványait. A kiállítást Kordos László paleontológus nyitotta meg. Megemlékezett egykori kollégájuk Hornyák Gábor munkájáról, aki az ősleletek 70%-át találta meg. Rudabánya napjainkban az emberré válás világhírű lelőhelye. A kiállítás április végéig látható a Bányászati Múzeum képzőművészeti galériájában.
A város díjaira és a város díszpolgári címére tehetnek javaslatot a rozsdnyói polgárok. A jelöléseket írásban a képernyőn látható címre május 31-éig juttathatják el a polgárok. A városdíjainak átadására szeptemberben az őszi városnapok keretében kerül sor. Április 12-én nyitja kapuit a gömöri kispiac. Április 13-án virágvasárnapi játszóház a Csemadok nagytermében. Április 15, 16 és 17-én kerül sor a húsvéti vására, amelynek programját alkotó műhelyek és iskolák műsorai is színesítik. Kedves nézőink! A nagy érdeklődéssel kísért Borostyán együttes részletes műsorát tehát a jövő héten láthatják. Most a Városi Televízió műsora Kassa megyei hírcsokorral folytatódik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!